Önnek gyakran eszébe jut, hogy egy szépségkirálynővel él együtt? A műsor támogatója a GLS Hungary. Csomagfeladás és átvétel a szokásaidhoz igazodva. GLS. A műsor támogatója az Apenta. Íz extrákkal. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a 20 perc őszintén, a műsor, amiben vendégeinket poligráfra kötjük, és ők legjobb tudásuk szerint őszintén igyekeznek válaszolni, na de az érzések, a kilengések, a lélegzés és a gyomorideg azért nem hazudik. Jó sokan megfordultak már itt, és elmondták, vagy igyekeztek őszintén válaszolni a kérdésekre, és most itt van egy újabb vendég, aki bevállalta ezt a dolgot, igazán bátornak gondolom, itt van velem Varga Márk, azaz GVM. Szia! Hello, szia! Van benned aggodalom ezzel a kis izgalmas kísérlettel kapcsolatban? Nem, de nagyon érdekes, és nagyon vártam, mert én általában nincs olyan életszituáció, hogy ne lennék őszinte. Szóval, hogy így abszolút nincs bennem tartás. De hogyha arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben védened kell magadat, vagy akár azokat, akiket szeretsz, akkor előfordul, hogy azért picit óvatosabban fogalmazol? Fiatalabb koromban ott nagyon hittem a kegyes hazugságba egyébként. Például édesanyáméknak nagyon, nagyon sokszor füllentettem így olyan dolgokba, hogy minden rendben, ugyanis én már egyedül éltem ilyen 15 éves koromban. És azt mondom, hogy minden jó, tök jó, minden, és közben sehol semmi nem volt jó. De ez azért volt, hogy a terheket levett, gondolom, a vállukról. Egyrészt, másrészt ne legyek ellehetetlenítve attól, hogy a rap karrieremet azt tudjam szépen mert gondolni. Mert az mindennél fontosabb Igen. volt. Tizenévesen azért még hát az utcánként csapatos túluk gyakorlatilag a Grundon nevelkedtél. Én hallgattam veled beszélgetést korábban, ahol azt mondtad, hogy azért csibészkedtetek is, tehát Igen. jó sok csibészséget tanultatok. Igen. Ez mit akar? Hát sok olyan dolgot, ami nem tűrne nyomdafestéket, de azt gondolom, hogy olyan dolgokat tudtunk magunkba szívni, amit nem feltétlenül tanítanak például iskolába. Biztos, vagy, hogy nem. Vagy ilyenek, szóval, hogy ilyen igazán jó kis életművész lett egy-két fiú ebből, és tudta kamatoztatni az élete során, amit ott ez időszak alatt magába tudott szívni, vagy akár én. Hány éves vagy te? Márk? 26. Tehát még bocsáss meg, hogy ezt mondom, igen, de azért még igen. nagyon fiatal vagy. És azt is tudom, hogy szoktak téged idősebbnek nézni. Szerinted minek köszönhető? És nem feltétlenül azért, mert idősnek tűnsz, hanem a kisugárzásod, ahogy te itt ülsz, ahogy beszélsz. Szóval mit gondolsz, hogy ez minek köszönhető? Hogy hát, érettebbnek tűnsz? Egyrészt az biztos, hogy a 10 év turné, uh-huh. szóval az sok éjszaka, az ott, aki a szakmában van, vagy éjszaka dolgozik, az tudja, hogy az éjszaka az 2 ér. Igen. Szóval így évek tekintetében, másrészt pedig szerintem így az életút, pont az a kemény maga, amiről beszélek, hogy folyamatosan az volt, hogy így a túlélés minél nagyobbra törni, és megvalósítani olyan dolgokat, amihez nulla az esélye. És így ez nyilván bekapcsolta azokat a funkciókat bennem, hogy le kell tudni magam képviselni 16 évesen akár egy üzleti megbeszélésen úgy, hogy az ne legyen komolytalan. És hogy épüljön ez a karrier. Hamar szóval, meg kellett érned. Szóval fontos volt. Igen, 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 meg a felelősség. Hát felelősséget teljes tudatában készen állsz erre a jó kis poligráfos vizsgálatra? Hát igen. Akkor kezdődjön meg Varga Márkkal a 20 perc őszintén. A műsor a Vodafone Podcast Pioneers támogatásával készült, amely lehetővé tette a technikai hátterünk fejlesztését. A vizsgálatot a Karrier Kft. Szakértője végezte. Kezdem a kérdezést, kérem most már ne mozogjon. Az ön neve GVM? Igen. Ön szerint Kulcsár Edina a legjobb édesanyja, akit valaha látott? Igen. Ön egy levélből tudta meg, hogy Kulcsár Edinának és önnek gyermeke születik? Igen. Ön ebben a helyzetben jobban érzi magát, mint egy szabaduló szobában? Igen. Ön nagy tehetségnek tartja magát? Igen.
ön a családjában fontosnak tartja a hagyományos értékeket és a férfi-női szerepeket? Igen. Ön szerint Kulcsár Edina jól főz? Igen. Önnek gyakran eszébe jut, hogy egy szépségkirálynővel él együtt? Nem. Nyilván tudom, de máshogy nézek rá. Önnek fontos, hogy mit gondolnak a rajongói a zenei teljesítményéről? Részben. Önnek kiskorától a 50 Cent a legnagyobb példaképe? Igen. Ön 15 évesen még ismeretlen volt zenei körökben? Nem. Az ön számára fontos, hogy a zenéjével és emberileg hidat építsen a romák és nem romák között? Igen. Ön utálja a romákkal kapcsolatos sztereotípiákat? Igen. Ön saját zenei műfajt hozott össze a zenéjében? Azt gondolom, igen. Ön gyakran álmodik? Na, és nagyon szeretnék pedig. Ön fél attól, hogy súlyosan el fog hízni Kulcsár Edina főztjétől? Jaj, bocsánat. Nem. Ön kedveli a bulvár sajtót? Nem. Tisztelet a kivételnek. Ön szívesen használja a zenéjére a katyva légszót? Igen. Van önnek valamilyen idegesítő szokása? Rengeteg. Most tudom, hogy viselnek el. Önt könnyű feldühíteni? Nagyon. De most már egyre jobb vagyok benne. Ön magzatpózban alszik? Jaj, igen. Vagy Supermanbe. Ha választania kellene, hogy egy évig itthon koncertezhetne teltház előtt, vagy elindulhatna a komoly nemzetközi karrierje, de nem tudná a kimenetelét, mégis az utóbbit választaná? Mindenképp az itthonit. Ön szívesen elvégeztetne egy magyar zenésszel egy ilyen hazugságvizsgáló tesztet? Igen, és biztos vagyok benne, hogy felrobbanna. Lehet tudni, hogy ki lenne ez? Nem, már holnap erről fog szólni minden. Őszintén válaszolt minden kérdésre? Igen. Ez itt a 20 perc őszintén, GVM túl van a poligráfos vizsgálaton, és most már itt tartom a kezemben az úgynevezett regisztrátumot, ami végig hát gyakorlatilag jegyzetelte és feljegyeztette vérnyomásodat, a gyomoridegedet, a légzésedet és minden apró kis rezdülésedet. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapján te őszintén válaszoltál a kérdésekre. Érezhető volt, hogy nem az a típusú, amire azt mondaná a szakértő, hogy itt valami sumákolás van, hanem olyan, ami neked esetleg fontos. Ilyen volt az első például, hogy az a kérdés, hogy ön egy levélből tudta meg, hogy Kulcsár Edinának is önnek gyermeke születik? Igen. Ott volt egy pici kis levegővétel, olyasmi, olyan reakció, amivel érződik, hogy ez érzelmileg fontos pillanat. Mesélsz erről? Hát, nagyon fontos volt, így próbáltam is gyorsan így lefuttatni, hogy történt ez az egész. Kicsit így félre siklott az a nap, mert elmentünk egy szabadulószobába, és ott derült volna ki ugye a végén. Én ott besokáltam, és mondtam, hogy jó, menjünk enni. Én nem akarok már lenni. Ezen kijöttünk, elmentünk egy étterembe, ott viszont átadta ezt a levelet. És egy kicsit így ki volt nagyon, és végig kérdeztem, mondom, mi a baj? Mondjad már, mi történt? És akkor úgy végül is kiderült, hogy hát keresztbe húztam ezt a szabaduló szobás történetet. Akkor azért, mert ott is volt egy pici reakció a szabaduló szobán, nem amire szakértő azt mondta, hogy valószínűleg nagyon utálod a szabaduló szobákat. Igen, azóta most már még jobban
felkerült a listára, a fekete lista. Igen, hogy ez nem az én világom. Az anti-bakancs lista, ezt soha igen. többet cím. Igen, igen, de hát na. De ez szóval, a nap akkor így végül szóval szép lett. Nekem mindenhogy, hát hogyne. Na nézzük, figyelj, ez egy annyira édes pont, ahol megint csak hatalmas, óriás légzésed volt, sőt, utána egy megkönnyebbüléses sóhajod is volt, miután válaszoltál a kérdésre, ez így hangzott. Önnek gyakran eszébe jut, hogy egy szépségkirálynővel él együtt? És erre te azt mondtad, hogy nem. Mert nem így tekintesz rá. Így van. Szóval így a hétköznapi életünkbe felkerül, hát az életem szerelme. Most nem az jut be, azonkor ránézek, hogy nem az üt be, hogy ó, a szépség királynő. Most én nekem a világon a legeslegszebb, és nem lehet hozzáfogható dolgot mondani, hogy mi lehet még olyan szép, mint ő. Nincs olyan szép nekem semmi. Nyilván tudom azt, hogy ő szépség királynő. Ugyanúgy, ahogy ő is tudja rólam azt, hogy rapper vagyok, vagy énekes, de nyilván nem így nézünk egymásra. Aztán volt egy ilyen kérdés. Önnek fontos, hogy mit gondolnak a zenei teljesítményéről a rajongói? Itt egy picit hezitáltál is. Igen. Mert ez egy kicsit komplexebb, most egy igennel vagy egy nemmel, ezt nem lehet feltétlenül. És nem is igen, és nem is nemet válaszoltál. Azt mondtad igen. Részben, mert az én karrierem az úgy épült, hogy én mindig magamnak zenéltem. És általában, ami nekem tetszett, arra egy rákapcsolódott több millió vagy több tízmillió ember. És ezt a mai napig tartom, hogy én magamnak zenélek, de részben nyilván érdekel vagy az, hogy a közönségemet hogy szolgálom ki, vagy hogy mire áll a reakció, vagy hogy mennyire szeretik. De nem feltétlenül arra épül, hogy na most akkor a sláger lesz. Ha sláger, ha nem sláger, hogyha nekem ez most kell, akkor én megfogom és megcsinálom. És általában ezek a dalok voltak mindig is a legnézettebb dalaim. Hogyne, ami tényleg szívből jön, és amit a magad örömére csinálsz. Igen, 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 igen. Amit én is szívesen hallgatok. Olyan, mintha reményt adnál a dalaiddal és a saját eddigi életutaddal nagyon sokaknak. Ezt ilyen jellegű visszajelzés érkezett már nagyon hozzá? Nagyon sok, borzalmasan sok. Meg hogy milyen szakaszokon segítettem át az embereket. És ezek azok a pillanatok, amikor szerintem egy művész, aki alkot, és azon van, hogy jó dolgokat csináljon, az olyankor teljesen átértékelődik, és újra a takarékról max gázra kap, és lángol, és ilyen ambiciózus személyiségé fejlődik még jobban, még jobban, még jobban. Olyan, mintha adok-kapok lenne folyamatosan. Igen. Tehát ugye elsőre úgy néz ki, mintha te lennél az, aki folyamatosan adsz, de nem. Igen. Mert jön vissza az impulzus, amit beépítesz, és így tudsz tovább fejlődni. Tehát ilyen gyönyörű igen. flow-ban vagy igen. a közönségeddel. Ez így működik. És ez a remény dolog, ez azért is izgalmas szerintem, mert hogy volt egy ilyen kérdésünk, hogy az ön számára fontos, hogy a zenéjével és emberileg hidat építsen a romák és a nem romák között, és itt is volt kilengés, de egyértelműen azért, mert nem tudom, hogy tudatában vagy-e annak, hogy ez azért téged foglalkoztat érzelmileg, ez a dolog. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor én befutottam ilyen 15 évesen, akkor én nem tudtam, hogy mi vesz körül. Én csak azt láttam, hogy bárhová megyek, több ezer ember van, létszámstopp van, és nem tudtam, hogy mi történik, csak azt láttam, hogy minden megbolondult körülöttem, igen. az egész világ azt akarja, átszakítják a kordonokat, nem tudtam, hogy ez hogy, mi ez? Te ezt fel tudtad azóta dolgozni? 10 év telt el, de mégis olyan, azt érzem, hogy közeli nagyon az élmény, tehát nagyon megmaradt, igen, mélyre igen, ment. Nagyon, nagyon, mert olyan drasztikus volt a változás, igen. hogy az egyik nap az volt, hogy be akarok futni, aztán másnap felkeltem, és csörgött a telefonom egyfolytában. Aztán két nap múlva azon kaptam magam, hogy már hétvégére volt fellépésem. Aztán egy-két év múlva azon kaptam magam, hogy egyre többen azt mondják, hogy például a junior óta nem volt olyan, hogy le tudom fedni ezt a történetet, hogy romák és nem romák is együtt vannak egy szórakozó helyen bent, és hogy milyen létszámokat csinálok, vagy akár fesztiválon, vagy falunapon, vagy bárhol, hogy úgy azt éreztem, hogy ilyen közösségek alakultak ki, és így összetudtam fogni mindent. Aztán nyilván, ahogy korosodom, meg hasonló még... dolgok, nyilván 26 vagyok, de ahogy 10 év múlva, igen.
most már azt tudom mondani, hogy igenis, egy kicsit úgy elkezdett ezt piszkálni. Nem azt mondom, hogy most akkor én leszek a megváltó, és akkor én ezt nagyon kézbe fogom venni, de nyilván érdekli az embert, és ez egy tök pozitív dolog szerintem a világban, amire szükség van. Bizony. Én azt gondolom, nem is kell ezt neked mindenáron fennhangon vinni, de tudatában lenni. Igen. Hogy ott van, hogy te ezzel jót teszel. Igen. Hogy elmosod a különbségeket. És így el is kezdett ez érdekelni, így hogy ilyen hatással vagyok, és ez tök jó. Bizony az. És nagyon jó, hogy felelősséggel vagy ezzel az egésszel kapcsolatban. Ez egy szép dolog. Volt még egy, ami megérintett, ez pedig az, hogy 15 évesen te még ismeretlen voltál a zenei körökben. És ez volt az, szerintem valószínűleg, ezt most végül is kitárgyaltuk, ahogy igen. mondtad, hogy valószínűleg azért érintett meg, mert az egy nagyon nagy robbanás volt hirtelen. Igen, az egy nagyon nagy robbanás volt, illetve az van, hogy ő a Curtis fedezett fel, és hogy a Curtis miatt úgy így a zenész körökben már tudták, hogy én létezek. Uh-huh. Ezt tudta a Curtis, a Majka, a Hooligans, a Tóth Tibi, szóval hogy nagyon sokan tudták azt, hogy én már vagyok, és olyan emberek tudták, hogy én ezt el sem hiszem, hogy leülök velük egy asztalhoz, és együtt kajázok mindenkivel. Na ezt a legnagyobb menőkkel. Hogy amikor leültél először, vagy először az első találkozások során, ezek között az emberek között, hogy tudtál lazán mozogni, mert tudták, hogy ki vagy, érted? Tehát, hogy azért ez egy szép dolog, de tud ijesztő. Nagyon-nagyon nagy alázattal és tisztelettel voltam mindenki felé, és vagyok is a mai napig egyébként. És nagyon boldog voltam, és azért is nagyon boldog voltam, hogy ezek az emberek azt mondták, hogy ez nagyon jó, és hogy hú, te király leszel, és így adták az erőt. Elhitted? Amikor ők ezt mondták? Én mindig elhittem. Uh-huh. Egyébként nélkülük is, nagy emberek nélkül is az volt bennem, hogy jaj, mi lesz belőled, olyan leszel, mint XY, majd börtön, mit tudom én, senki házi leszel, iskolában nem jár. Én most ezek mondtam, a sztereotípiák, pontosan. Mondom, én rapsztár leszek, mondom, én rapper, én énekes leszek, mondom, én tudja, hogy ebből fogok élni. És amikor már ilyen visszaigazolások jöttek, mint például akiket felsoroltam, és ugyanígy álltak ez a történet, és azt látták, amit én, és sikersztorit láttak bele, akkor már nyilván az volt, hogy na, akkor kezdjünk el profibban. Tudatosan építkezni. Tudatosan. Igen. Csináljuk, mi után jöjjön. Aztán nyilván ezekből úgy merítkeztem, hogy ezek az impulzusokat beépítettem, és akkor elkezdtem már magam felé egy úgy próbáltam megcsinálni, nagyon érdekes, hogy összeírtam, hogy mit adnék prezentációt magamról. Ez nagyon jó ötlet. És összeírtam, hogy mi van. Jelenleg ez van, az van, ide hívtak, ennyi a nézettség. És akkor addig csináltam, hogy lényegében aztán már olyan, akkora lett az a tábla, hogy már nem akarok prezentációt tartani, és itt ülök most veled is, és beszélgetek, hogy wow. Már szükségtelen igen, a prezentáció, igen. Mert nem kell eladnod magad, mert igen. Már tulajdonképpen a teljesítményeddel megmutattad, hogy vagy. Igen, és erre szoktam is hivatkozni, hogy a matekot nem lehet kikerülni. És ez nem csak rám, ez bármelyik előadóra igaz. Amennyi a matek, annyi. Ami viszont nem jellemző rád állításod szerint, az, hogy nem szoktál álmodni. Ritkán. És azt mondtad, hogy pedig szeretnél. Igen, ritkán miért? Szoktam álmodni. Nem tudom. Pedig nagyon szeretnék, mert még így, hogyha ébren vagyok is, nagyon vizuális típus vagyok, és tudok vizualizálni olyan dolgokat, amiből akár klip születik, dal születik, vagy bármi hasonló, és szeretnék álmodni. De például az az érdekes, hogy a legújabb videóklippemet, és lehet, hogy ezért mutatta ki, ezt álmomba találtam ki. Komolyan? Igen, ami most fog majd érkezni. Tehát ezt megálmodtam. Tehát egy megálmodtad a jelenetet vagy képeket? Mindent. Hogy lenne ez jó. Zseniális. És két hétig ültem rajta, hogy nem jut eszembe, hogy milyen forgatókönyv legyen, hogy mi legyen a szinopszis. És aztán felkeltem és örjöntem, hogy meg vagyok. És akkor Edinának egyből. Könnyű volt megvalósítani? Hát volt vele előkészület, de jó lesz. Most már meg lesz, igen. Edinának, azt mondod, Edinának rögtön elmesélted, hogy mindent, mi is, hogy tetszett neki. Mindent. Örült ő is, hogy tud hú, ez tök jó. Lenni veled? És most nyilván a pozitív kritika is kritika, de hogy segít, hogy... Segít, nagyon sokat segít, meg kikérem a véleményét, mert nyilván érdek az ember a társával beszél minden, de akár miben kikér, akár hogy egy viszonyt milyen irányba vigyek, ő szerinte, vagy mit gondol, vagy arról, ami körülvesz minket. Szóval, hogy minden megbeszélünk.
De a... szerintem ez normális. Persze, férj és feleség közt. Adsz, hogy ne. És nagyon adsz a véleményére? Okosnak tartod persze, őt, ugye? Persze. Ez olyan, mert hogy egyébként szerinted elárulhatjuk azt a nézőknek, hogy most is itt van körülöttünk? Persze. És hogy mosolyog a háttérben. Igen? Hol? Ja? Szia. Hát persze, hogy mosolyog. Mert szerintem ez egy olyan szép dolog. És hogy látom, igen, hogy, hogy megvan közöttetek az egyenrangú félség. Igen. Tehát, hogy tényleg az van, hogy igenis, adsz a véleményére, persze. És ő pedig a tiédre. Persze. És képzeld el, hogy minden Edinás kérdésnél, amikor a neve elhangzott, volt érzelmi reakció. Pedig semmi durva kérdés persze. Nem hangzott el. Még, jó, a legviccesebb része az volt, amikor tehát nevettünk ugye azon az önfél attól, hogy súlyosan el fog hízni Kulcsár Edin a főzgyét. és itt azért mondtam egyébként azt, hogy nem, mert hogyha tudja, hogy most oda akarok figyelni, akkor viszont úgy főz. De jó. Fél. Szóval nem azért mondtam, mert hogyha meg rendes kaját akarok enni, hogy nem érdekel a kalória meg semmi, akkor viszont olyat főz. Tehát akkor nem de még ez is meg van beszélve. Igen, de nem arról van szó, hogy akkor rettenetesen főz, és ezért tudom. Persze, hogy nem. Ezt akartam is, hogy majd utána rendben beteszem, hogy miért mondtam rá, hogy ez is meg van beszélve, hogy mikor mi van. És hogyha arról van szó, akkor vigyázz a vonalaidra. Itt van még egy ilyen, azt mondja, hogy ön magzatpózban alszik, hát figyelj. De ezen kiakadok, hogy ez ki most kiderül. Most ez baj. Szerintem senki nem gondolt rá, hogy GVM hogy néz ki magzatpózban. De most már mindenki el fogja képzelni, de miért baj az, hogy kiderül, hogy magzat, hogy mi férfiasan kéne aludnod? Azért mondtam. Érted, tehát, hogy mi így kéne feszítő pozitúrában, hogy kéne aludnod? Én szerintem ilyen, én amúgy nagyon ilyen bújósan alszom. Szóval, hogy így bújok, magzatpóz, Superman. A Superman, azt igen, azt Superman is mondtad. Az fontos, az a kedvencem egyébként, hogy így Superman, és akkor... Egyébként, bocsáss meg, de a szuperhősöket is szereted? Nagyon. Tehát ez a mesevilág a szívedhez közel áll. Nagyon. Meg hát mi van, te is egy hős vagy, ha azt tesszük. Bocs, de nem, ez a sztori. Jön a ifjú, lánglovag, jönnek a nehézségek az életében, ő leküzdi azokat, és segít a saját tapasztalatával másoknak. Hát ilyen szempontból akkor ráfordítható a saját életedre is. Szóval megértem, hogy ez közel áll hozzá. Nagyon, nagyon mesés vagyok, szeretem meg így a szuperhős világot. Na és akkor még van kettő, aminél volt erős reakció. Az egyik ez, ha választania kellene, hogy egy évig itthon koncertezhetne teltház előtt, vagy elindulhatna komoly nemzetközi karrierje, de nem tudná a kimenetelét, az utóbbit választaná. És te az itthonit választottad. Én mindenképp. Miért? Nagyon erős volt ott. Mintha érződne, hogy fontos számít ez a dolog. Igen. Én úgy gondolom, hogy már ez a fajta ismertség, ami mondjuk nálam van, ez bőven elég sok is. Uh-huh. Én még mindig azt szeretném, én csak szórakoztatni szeretnék, a családommal szeretnék lenni, és ami a szerelmem, az a családom meg a zene. Igen. És én ennyi szeretnék maradni. Egyébként imádom Magyarországot, nagyon szeretek itt lenni. Szerintem minden részén voltam már, mert tényleg a fellépések miatt. Nekem ez bőven jó. Nekem ez csodálatos. Csodálatos. Itt van a közönségem, szeretem őket, zenélek, megvan mindenünk, hála jó Istennek, és nem, nekem nem kell több. Ez gyönyörű végszó lenne, ha nem lett volna még egy utolsó reakciód azzal kapcsolatban, hogy te szívesen elvégeztetnél le egy magyar zenésszel egy ugyanilyen hazugságvizsgálatot. Sokkal. Sokkal? Sok van. Sok van, akivel elvégeztettem. Szerintem felrobbanna az a műszer. De miért gondolod ezt? Azért, mert őszintétlenül élik az életüket, vagy azért, mert van benned feléjük is valamiféle indulat, vagy rossz nincs. Érzés? Sem indulat, sem tüske, sem szálka, semmi jó. Nincs senkivel. Én mindenkivel rendbe teszem face to face. Szóval, hogy ezért mondom, hogy nem is volt bífelésem. Mert én vagyok olyan, hogy odaállok, és akkor beszélgetek, nem bujkálok. Azért, mert tudok sok mindent, és nyilván én nem hallok, nem látok, nem beszélek, hogy olyan típusú csávó vagyok, de tudom azt, hogy vannak itt azért vicces sztorik. Amiket már nem, meg se kérdezem, jó, hogy milyen vicces sztorik vannak, viszont nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én öröm köszönöm, volt figyelni lettem. Téged a vizsgálat alatt is, és nagyon jó volt ez a beszélgetés is, úgyhogy köszönöm az őszinte válaszaidat. Én köszönöm, hogy itt lettem. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, még valamiért tartozunk. Köszönettel GVM-nek ugyanis a saját honoráriumát, amit ezért a beszélgetésért kapott volna, felajánlja az Életmentő Alapítványnak, ami egy nagyon szép nemes gesztus. Találkozunk legközelebb is, ez volt a 20 perc őszintén.